Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke, valamint Tóth Balázs, világbajnoki bronzérmes taekwondósunk, a magyar válogatott edzője. Szervusztok! Épp kint a folyosón beszéltünk arról, hogy hát nagyon húzós fél év vár most rátok. Ugye jön egy Európa-bajnokság, és te meg jön ez az európai játékok, ami Bakuban lesz, és mindegyik nagyon fontos. Már csak ugye az olimpiai részvétel miatt is. És akkor még a világbajnokságról nem is beszéltünk, ami szintén tavasszal esedékes, úgyhogy nem csak a fél év, az egész év iszonyú húzós lesz. Balázs tavaly is közel az év felét külföldön töltötte a versenyek és az edzőtáborok kapcsán. Hát idő se lesz sokkal kedvezőbb a helyzet, azt hiszem. Na, hogy álltok a munkával, Balázs? Egész jól állunk. Én azt látom a válogatott versenyzőkön, hogy egyre komolyabb szinten tudnak téthelyzetben teljesíteni és alkalmazni azokat a régebbről hozott, illetve az újonnan gyakorolt és elsajátított taktikai, technikai elemekből, amikkel fel tudnak érni oda, ahova közösen szeretnénk, hogy feljönnek. Ha jól értettem, akkor látni előrelépést, változást? Én nagyon sok versenyzőnél látom a fejlődést. Igen. Tehát akár még a Kocsis Edinánál is látni az, hogy még ugye egy eredményes versenyzőről beszélünk, de még ő is akkor még tovább tudott fejlődni? És még tud is. Tud is. Azért, ha valaki azt hiszi, hogy na most elérte a kapacitása csúcsát, akkor azt hiszem ott a pályafutás vége is egyben. Tehát az Edinának is rengeteg olyan lehetőség van még, amit ő saját maga, a saját képességei tekintetében mentálisan, fizikálisan, technikailag, taktikailag tud még hozni, és hát ennél fogva a benne rejlő lehetőségek is még messze nem érték el azt, amit mi úgy gondolunk, hogy elérhető. Épp, azt hiszem, tegnap nyilatkoztat, hogy kis túlzással végigverte a világot, formája egészen kirobbanó Kocsis Edinának. Igen, hát ez egy kicsit túlzás volt, mert nem egészen pontosan ezt mondtam. Aha, a lényeg ez jelent meg aztán. Igen, a lényeg az, hogy valóban remek a formája, mert ezt már a felkészülési versenyeken, amik eddig voltak, 3 felkészülési versenyen vett részt 3 hét alatt, és 3 érmet szerzett. És megvert például a nyílt törökbajnokság első fordulójában egy olyan horvát versenyzőt, a Szuvicsot, aki 2 évvel ezelőtt a világbajnokság ezüstérmese volt, tehát döntőig ment, és az első körben maga biztosan 3-0-ra leverte. Úgyhogy azt gondolom, hogy abszolút fejlődőképes még az Edina is, és látszik is, hogy most előrébb tart, mint például egy évvel ezelőtt. Ezek a versenyek hoztak valamit az olimpia szempontjából? Valami kis pontot? Hogyne, mindenképpen. Ugye török bajnokságon második lett, a G1-es verseny volt, a klubcsapat Európa bajnokságon 3. lett, G1-es verseny volt, és a nyílt Bosnyákon is 3. lett, és az is G1-es verseny volt, ami azt jelenti, hogy a világranglista pontjait gyűjtögette. Ezzel a jelen számításaink szerint elég biztos pozíciója van az európai ranglistán, ami azt jelenti, hogy az európai játékokon úgy tűnik, hogy szinte már biztos az ő pozíciója is, mint ahogy az Ivetté már biztos. Mert a bakui európai játékokra is kvalifikációt lehet kijutni, tehát akárki nem indulhat? Így van. Súlycsoportonként itt is egy versenyző, és kifejezetten csak akik az európai, a világranglistán az első 14-ben vannak európai versenyzők. Mm-hmm. Értelemszerűen egy országból egy versenyző lehet ott, tehát ha mondjuk 2 török vagy 3 magyar volna benn, akkor is csak egy juthatna ki. De Edina ugye nem ebbe betegedett bele, hogy most sorra nyerte az érmeket. Nem tudni pontosan, valószínű, hogy a terhelésnek és a komoly munkának is köszönhető, de inkább most jön ki, mint egy világbajnokság vagy egy európai játékok előtt, és egy genyes mandulagyulladása volt, és most már
nagyjából rendben van, de még nem terhelhető. Tehát valószínűleg jövő héttől fogjuk tudni folytatni a munkát, és akkor egy picit más jellegűen kell kezdeni ismét a munkát, mint ahol abban. Akartam is mondani, hogy akkor egy kicsit át kell írni majd, hogy milyen munkát fog végezni akkor. Igen, de azt gondolom, hogy körülbelül 3 hét alatt őt oda-vissza lehet hozni, ahol volt a betegség előtt, és addig azokat a hibákat, amik esetleg voltak, addig azt ki lehet javítani, átbeszélni, és akkor megfelelő munkával hamar vissza fog tudni jönni a formája. Ezen a hiszem mobos megbeszélés volt, ugye, amikor beszéltél a bakui... Beszélgetés volt, igen. Lehetőségekről. Ugye 2 érmet ígértél? Hát nem ígértem. Vagy jósoltál? Nem is jósoltam, hanem azt mondtam, hogy ez a 2 versenyző képes arra, hogy akár 2 érmet is hozzon. Egyet mindenképpen várunk, de a 2 sem lenne meglepetés. Ivett a legutóbbi Európa-bajnokságon bronzérmes lett, Edina az azt megelőzően ezüstérmes lett, és azóta is jószerivel bárkit, aki elé került, meg tud verni. Persze fontos egy jó diszpozíció, fontos az, hogy egészséges legyen, sérülésmentes felkészülés, tehát sok minden kell hozzá, de bennük van, mind a kettőjükben bennük van, és őszintén megmondom, csalódott lennék, hogyha nem legalább egy éremmel és egy pontszerző helyjel jönnénk haza, de inkább én a realitásnak akár a 2 érmet is el tudom képzelni. Ugye VB, EB, akkor az a bakui Európa játékok, melyik a legfontosabb? Világbajnokság. Egyértelműen a VB, hiszen a ranglista pontok szempontjából az egy G12-es verseny, tehát 12-es szorzóval megy, a győztes a 120 pontot szerez. Ami annyit tesz, hogy mondjuk az Ivett egyik pillanatban a másikra föl tudna jutni egy világbajnoki címmel az első 6-ba, amelyik automatikusan direkt kvótát szerez az olimpiai induláshoz. Igaz, ez december 31-ig kell tartani ezt a pozíciót, és azért az májusban lesz ez a világbajnokság, és azért addig még egy jó pár verseny van hátra, Grand Prix, amik leginkább, annál is inkább, mert hogy a WTF, mint a felelős szervezete ennek az egész rendszernek, úgy döntött, hogy a G besorolású versenyeken legfeljebb 60 pontot lehet szerezni, tehát valaki megnyerhet 10 versenyt, és a 100 pontot jelentene neki, akkor sem visz 100 pontot magával, hanem csak 60-at. Ezzel is akarták egy kicsit az egyensúlyt, mert tavaly, amikor ez az egész rendszer beindult úgy igazán élesbe, akkor boldog-boldogtalan minden versenyre nevezett. Aminek aztán persze az is volt a következménye, hogy nem tudott mindenhova elmenni, az ott a versenyeken problémát jelentett, de hát fejreállította a felkészülési programját is nagyon sok esetben. De hát ezt a Balázs jobban tudja, mert mondjuk bennünket nem érintett, de látta, nem egy, nem 2 versenyzőnél, hogy mit hozhat egy ilyen átgondolatlan versenyeztetés. Balázs, az jó vagy nem jó az, hogy végül is itt most csak 2 versenyzőbe beszélünk, Gondai Ivettről és ugye Kocsis Edináról, hogy csak 2 versenyző van, aki azt mondjuk, hogy talán ki tud jutni, ugye Bakuira kijut, ugye talán kijuthat a világbajnokságra, kijuthat a olimpiára. Ez nem egy szerencsés helyzet, hogy nincsen túl sok versenyzők, de azt gondolom, hogy most ez a lehetőségünk, ez az a lehetőség, ami most a sportolóknak, illetve a szövetségnek adatik. Természetesen az utánpótlással és a junior versenyzőkkel már úgy foglalkozunk, hogy szeretnénk már őket felépíteni az U21-es korosztályba, és a következő 4 éves ciklusban ők is már felnőtt mezőnybe tudjanak versenyezni és helyt állni, tehát ezen is dolgozunk. Most egyelőre a 2 lányban van lehetőség és fantázia is. Én annyit fűznék ugye még mellé, hogy tehát a világversenyekre egy 3-4-5 fővel tudunk menni, tehát nem tudunk több emberrel indulni, mert egyszerűen nincs annyi versenyzőnk. Az előző évben sikerült minden világversenyről érmet szerezni, és tehát most már nem az a meglepetés, én azt gondolom, hogy ha érmet hoznak, hanem az a meglepetés, hogyha nem, és teljesen reálisak az esélyek, illetve szeretnénk duplázni, tehát pont az a cél és az az elvárás, ezt mi is tudjuk, hogy világverseny akkor legyen aranyérem, legyen bronzérem, vagy legyen 2 ezüst, tehát ezekben az eredményekben gondolkodunk. Adva van minden? Ahhoz, hogy a 2 lányból a maximumot ki tudjátok hozni? Azért lehetne ezen finomítani szerintem. Hát sokat, mert anyagiakban változatlanul nem állunk úgy, hogy egy
kényelmes, nyugodt, mindenféle kötöttségtől mentes felkészülést tudjon nekik garantálni. Mekkora támogatás kellene, plusz támogatás, akár a MOP-tól? Meg lehet, hogy összegben fogalmazni, még 50 millió, 100 millió, hogy akkor... Tavaly évközben le kellett adni az Olimpiai Bizottságnak az idei szakmai felkészülési programtervet, és az ahhoz rendelt költségvetést. Az a költségvetés, persze a program az tartalmazza az utánpótlás versenyeztetését is, edzőtáborokat és a fontos versenyeket, a kiemelt versenyeket, felkészülési versenyeket. Ennek a szolid költségvetése 87,5 millió forint volt, tehát ez azt jelenti, hogy még legalább 50-60 millió forint kellene ahhoz, hogy optimálisan tudjuk versenyeztetni azt a szűk élvonalat, aki akár a felnőtteknél, egy kicsit hál' Istennek bővebb most az utánpótlásnál, hogy ezeket optimálisan tudjuk versenyeztetni, ennyi lenne, amire szükségünk lenne. Persze, hát ezt tudjuk, hogy álom, és ebben a pillanatban legalábbis, de ha ez a két lány most úgy teljesít, ahogy a képességeik, a lehetőségeik alapján ez elvárható, akkor azt gondolom, hogy talán egy kicsit könnyebb időszak jön az utánpótlás részére. Csak az a baj, hogy azt mondom, hogy ez a plusz 50 millió forint, ez álom. Pedig hát ez nem egy olyan nagy összeg, azt vesz, hiszen csak egy-egy futball akadémia kap éves szinten 150-200 millió forint támogatást. Tehát ez az 50 millió forint egy olimpiai sportágnál nem lenne szabad, hogy álom legyen, nem? Hát jó lenne, ha nem lenne, de igen, a jelenlegi állás szerint sajnos az érthető, hogy ugye nem vagyunk annyira eredményes sportág. Az olimpiáról még nem sikerült érmet hoznunk, nem voltunk Londonban, nem voltunk Athénban, nem voltunk Pekingben jelen. Tehát, na de így, hogyha eleve... Igen, így nem könnyebb, de a 22-es csapdája, igen, tehát nehéz eredményt elérni, úgyhogy nincs megfelelő ugye támogatás. Azt látjuk, más oldalon meg ömlik a pénz, és úgy, ott meg nincs eredmény. Tehát akkor ez hogy van, ugye? Ez egy szerencsétlen történet valóban. Olyan aránytalanságok mutatkoznak a sportfinanszírozásban, ami a kicsiket behozhatatlan, tehát minket, mint kicsiket behozhatatlan hátrányba. Igen. Ez azért is fontos, ez a pénztéma vetettem fel, mert ez a WTF Taekwondo világszövetség azért nem 20-30 nemzetből áll. Hát nem bizony, 206 tagország, és jó, hogy mondod, mert a világbajnokságon most legutóbb 139 ország volt, azt megelőzően 149 ország, és most Cseljabinszkban megint ilyen 150 körüli létszám várható. Tehát csak azért emeltem, hogy pont ebben kell, így van, ebből a kis, kevés magyar tékvandósból helytállni. És látod, pedig azt mondta a kapitány, hogy nem az a meglepetés, hogy érmet szerzünk, hanem az, hogy nem. Még így is. Ennél a két versenyzőnél igen, ez egy szerencsés konstelláció egyrésztről, hogy legalább két ilyen versenyzőnk van, akiről így tudunk már szólani. De ugye mi azon dolgozunk, hogy ne csak kettő legyen, ahogy te is említetted, igen, hogy hát ez igencsak szűk, ha azt veszük, hogy 10 vagy 8 férfi, 8 női versenyzők, vagy az olimpia tekintetében 4-4 lehetne, aki oda kéne juttatnunk a pozícióba. Most a törökökkel beszélgettem a török bajnokságon, ahogy kim voltunk, és hát ott bizony az országos bajnokságon a felnőtteknél, de korosztályonként külön véve, és az átlag induló létszám az olyan 2200, és a felnőtteknél egy kicsit kevesebb, ott csak 2100, de a gyerekeknél több, ott 2500-2600. Nos, nekünk az egész magyar tekvandó populáció az ilyen 2100-200 körül mozoghat. Szóval egy kicsit a merítési lehetőségeink nem olyan szerencsések, mondjuk így. Nem is könnyű, mert csak 89, illetve 90 óta vagyunk itt a magyar sportpalettán elérhetőek. És ennyi idő alatt persze sokat elértünk, de hát messze nem annyit, amennyit szerettünk volna. Most ezen dolgozunk, válvetve itt a szövetségbe, a szakmai vezetés is, és a többiek is, hogy tovább tudjunk ebből a... Mi kellene ahhoz, hogy ebből tovább lépjetek, hogy még elismerjék a munkát? Hiszen van egy felnőtt VB bronzérmesünk, ugye? Nem tört meg a sajnos ez a jég. Olimpiát kell nyerni majd ahhoz, hogy azt mondják, hogy mégiscsak érdemes pénzt áldozni a
Magyar Tekvandó Szövetségre? Én azt látom, hogy igen. Biztos, hogy egy olimpiai érem, aranyérem különösen, de egy olimpiai érem azért az nagyot nyomna az ázsiónkon. Gondolom, hogy nem csak a MOB és ennek kapcsán a finanszírozás tekintetében, de talán a sportág ismertsége, elismertsége kapcsán is. A magyar sport borzasztóan eredményes. Tehát nekünk, akik újonnan kopogtatunk itt az ajtón, nem olyan egyszerű felvenni a versenyt azokkal, akiknek már egy komoly hagyományuk van, ahol kialakult egy széles tömegbázis, ahol már olyan szakembergárda van, hogy az utánpótlással is igazán kvalifikált edzők tudnak foglalkozni. Nekünk amellett, hogy a tömegbázisunk sem olyan optimális. Sajnos az edzői bázisunk sem optimális, legalábbis ami a versenyzést illeti. Ugye külön kell választani manapság már a harcművészeti részt és az olimpiai versenysport részt. Most azt mondják, hogy 80 millióan tekvandoznak a világban. Ebből a 80 millióból 76 millióan biztos, hogy a harcművészeti része, tehát a tömegbázis résszel, ha úgy tetszik, rekreációs oldala a harcművészettel foglalkoznak, és 4 millió az, aki sportol, ebben a 200, versenyszerűen sportol, a 206 tagországban, aki a élvonalba, az 1-200, aki a világ élvonalába jut, 1-200, akiről, tudom én, egy-két olimpiai ciklusban gondolkodhatunk. Szóval nagyon fontos lenne az, hogy az edzőinknek értelme legyen időt, energiát, tanulást fektetni abba, hogy ők majd versenyzőket képező vagy képző edzők lesznek, akik eljuthatnak az olimpiáig. Jelen pillanatban ez azért eléggé szűkös, kell hozzá egy-két ilyen őrült, mint a Balázs, meg még egy páran, akik vagyunk, és tehát ez kevés. Tehát az kell, hogy perspektívát tudjunk mutatni, hogy nekik, ők lássanak perspektívát abban, hogy érdemes versenyzőket képezni. Most hétvégén itthon maradsz, nem utazol sehová? Most nem. Furcsa lesz, nem? Hát, furcsa esemény. Mire készült, most mi lesz a következő verseny, megméretetés? Nyílt holland bajnokság, ez egy G2-es besorolású világranglista verseny. Elképesztő sokan vannak, tehát vannak olyan súlycsoportok a felnőttekre, hogy 120-140. Hát jól szoktunk szerepelni. 140 versenyző. Ugye hol azoknál jól emlékszem. Igen, de nehéz onnan azért érmet nyerni. Tehát egy akkora, tehát nagyobb a mezőny kvázi, mint egy világbajnokságon. Uh-huh. Bizonyos súlycsoportban, nem mindenhol, de a 80%-ában a súlyoknak. Utána már szinte a olimpiai súlycsoportos elbére megyünk. Ez egy nagyon jó tesztverseny lesz, ahol tudunk gyakorolni már a világbajnokságra, szóval egymást követik majd a EB, VB, ugye? És utána jön majd végül a bakui európai játékok. Igen. Utána univerziádé, szóval... Igen, Edinának még univerziádé is, és 3, illetve 4 gép. Tehát ez egy feladat lesz, hogy azért közel csúcsformát kell hozni ezeket. Igen, mindegyik verseny teljesen átalakult a dolog. Tehát nem, na most ezt hogy tudod? Hát ez nehéz. Hát például bejön egy ilyen betegség, akkor ez teljesen újraírja a felkészülést, akkor ehhez alkalmazkodni kell mind a sportolónak, mind pedig az edzőnek, hogy ebből tudjon dolgozni. Tudsz meríteni a versenyzői múltadból? Esetleg is abból táplálkozol, hogy mit, hogy csináljál majd a versenyzőknél? Tudok, de jobb lett volna, hogyha ezekkel a tapasztalataimmal tudok versenyzőként gondolkodni, de hát ugye erre nem volt lehetőség így. Tehát ez kivitelezhetetlen. Hát ez kemény menet lesz, főleg ennek a két lánynak, mi ugye tőle várjuk az érmet. Igen. Esetleg lehet meglepetés? Tehát még valaki akár az EB-ről hozhat érmet? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát próbáljuk őket is megfelelőképpen felkészíteni mind a klubokban. De ne nyomjuk el a többieket, akik nem, ott vannak. De tehát 4-5-6 fővel tudunk maximum utazni. De csak olyan versenyzőket viszünk, akinek van esélye. Tehát aki legalább a pontszerzésben, de egy jó nappal akár főjebb is juthat. Kit emelnek ki ennekkor? Aki esetleg még? Hát túl sok lehetőség nincsen, de itt van a Lipcsei Klaudia, aki az U21-es EB-n tavaly bronzérmes volt. Ott van a Dutz Barbara, aki pont tavaly a Hollandon, nyílt Hollandon remekelt, sajnos utána nem sikerült neki sem ugye az esztendő második része. Tehát mind a kettőnek van esélye. Hát a többiekről ebben a pillanatban azért nem lehet azt mondani, hogy éremesélyesek vagy pontszerzők, de
hát adja Isten, hogy valaki nekünk is meglepetést okozzon. Uh-huh. Ez az olimpiai súlycsoportos Európa bajnokság annyiban nem könnyíti a helyzetet, hogy itt is a 4-4-re van csökkentve, tehát a 62 kilósnak is a 67 kilósokkal kell meccselnie, akik azért többnyire 71-2-3-4 kilóból fogyasztanak le, és a 62 kilós meg hát az adott esetben erősödnie kell, uh-huh. hogy elérje a 67 kilót, mert úgyse éri el, de azokkal szemben uh-huh. 8-10 kiló különbség fullkontakt sportágnál nem egyszerű. De ami jó az, hogy elektronikus védőfelszerelés van, azért az sokat segít, és hát a fejvédő is ugyanúgy elektronikus rendszerben dolgozik már, most már itt Európában sokadik nagy versenyünkön, úgyhogy ezzel az eredmények objektivitása természetesen növekszik, és ez a mi magunkra hajtja a vizet. Csak lányok mennek az EB-re, VB-re? Ez így pontosan ki fog derülni a elkövetkezendő időszakban. Egy-két fiúval tudunk kalkulálni, de jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy melyik versenyre melyik fiúval. Tehát ez sok minden háttértől függ. Eredménytől is. Hollandiába a nyílbajnokságra megy ki férfi versenyző? Igen, jön neki. Juniorok is, felnőttek is. És akkor ott talán esetleg, aki megmutatja, hogy... Hát, ha ott valaki nagyot villant, akkor az ugye egy plusz, jelentős plusz. És hát aztán meglátjuk, hogy azért az olimpiai súlycsoportos EB is sok mindenre választ ad. Meglátjuk. De nem túl rózsás a helyzet a fiú mezőnyben. Az ifiknél, Balázs, az utánpótlásnál javul. Levert, és ugye mindenkinek elment a kedve, mikor versenyző volt, ugye? Hát nem, mert az 58 kilósokkal, meg 68 kilósokkal nem nagyon verekedett, tehát azoknak nem volt oka, hogy a kedvük elmenjen, legfeljebb a 90-eseknek, vagy 80 fölöttieknek, de azt gondolom, hogy inkább itt más van a háttérben. Furcsa egyébként, mert annyi jó alkatú srácot látok az utcán. Nem egyszer, nem kétszer megfordul a fejem, vagy oda megyek hozzá, és mondom, hogy gyere öcsém tekvandozni, mert bármi lehet belőled. De aztán persze ennyiben maradok magammal, nem szólítok le mindenkit, de kétségtelen, hogy érdekes módon a nehezebb súlyú fiúk, azok most nem jellemzőek a sportágra. Hiába van két-három tehetséges ilyen Balázs alkatú srác, tizenéves srác. Ők nem veszik elég komolyan képességeik, adottságaik. Lehet, hogy kellene egy-két olyan akciófilm megint, ahogy a tékvandósok, ugye a jó fiúk, a győztesek, és akkor majd újra megkeresni. Hát biztos, egy ilyen jó reklám lehet a sportágnak. Annak idején a Linda jó reklám volt mindenképpen a sportágunknak. Hát most kéne egy nehéz súlyú fiú, aki hasonló módon virít a filmeken, és akkor lehet, hogy vonzóvá tenni a nehezebb súlyúak számára is a sportágat. De külföldön érdekes módon rengeteg nehéz súlyú van. Csak nekünk most vagy az utóbbi időben elfogytak a nehezebb embereink. Na tessék. Hát ez van. Nem baj, majd kineveltek, ugye? Most hallom, a junioroknál most 10 főre mentek a világbajnokságra? Európa-bajnokságra. Európa-bajnokságra 10 főre, ugye? Igen, tehát azért ez egy eléggé új szituáció, tehát nem nagyon volt olyan EB, ahol ennyi fővel tudtunk volna részt venni, és többek ebből a junior csapatból már annyira jól teljesítettek a felkészülési versenyeken, hogy az U21-es Európa-bajnokságra is betesszük őket a válogatókat. És van köztük fiú is, ugye? Van köztük fiú is. Na. Akkor talán némi bizakodásra ad ez okot, de nehezebb súlyú nincs, ott is ilyen 63-68 kilós fiúk maximum. Azok, akik húzzák az igát, és a nehezebbek azok valahogy nem. Melyik a fiúknál az a súlycsoport, amelyik a legnépszerűbb, ahol a legtöbben vannak? Az a 68-70 körülbelül? 63-68-72, hát, akkor ezért? Hát biztos ez is benne van, de pont azért lenne egy fokkal könnyebb, ha például egy plusz 85 kilósunk lenne, mert bár nem 85 a súlyhatár, nem 84 az olimpiai súlyhatár, de mindegy, tehát vagyis a VB súlyhatár, tehát mert ott kis szűkebb a mezőny. Tehát mind a lányoknál, mind a fiúknál a nagyon magas súlycsoportokban, vagy az alacsonyabb súlycsoportokban, a legalacsonyabb súlycsoportokban kicsit vékonyabb. Tehát mondjuk a VB-n is, hogyha
egy népszerű súlycsoport 68, hogy a lányoknál 57-62, ott van 80-90 induló, azért a 46 kilóban ott csak olyan 40-50 van. A pluszosoknál szintén csak ilyen 40 környékén mozog. Időnk lassan lejárt. Összegezés képe, akkor meg lehet állapítani, hogy azért a Magyar VTF Tekvadó Szövetség magas tette a mércét, ugye van két jó versenyzője, és egymás után jönnek a versenyek, tehát nem lesz idő sebeket nyalogatni sem, menni kell előre keményen, és valahogy tűzben kell tudni tartani akkor ezt a két kiemelt versenyzőt. Nem lesz egyszerű feladat, ugye? Köszönjük, nem lesz egyszerű, de azt gondolom, hogy sikerül, amit közösen elterveztünk. Tehát mindenkinek ugyanaz a célja és a terve, már csak a megvalósítás van hátra. Egy érem legalább, ugye? Mindegyik versenyről, vagy a most a kiemelt három minden nagy... Minden kiemelt versenyről legalább egy éremmel szeretnénk hazajönni. És ahogy mondtam, ezt az európai játékokon, ahol európai versenyzők vannak, ott a mieinktől azt gondolom, hogy nem túlzás azt remélni, hogy ott lesznek az élvonalban. Ez előny, hogy európaiak lesznek csak ott? Hát ez bizonyos értelemben előny, de mondjuk éppen a Edina súlycsoportjában a világranglista első hatjából 4 európai, tehát nem lesz az egy sétagalop. De miután az Edina megverte előtte az EB-n, ugye Manchesterben a későbbi olimpiai bajnokot, méghozzá lemosta, nyugodtan mondhatjuk így szakzsargonban, mert 16-8-ra verte, az első menet végén 10-1 volt az eredmény a javára. Tehát azért mondom, a képessége, az adottságai mindenképpen ilyesmire jogosítanak fel bennünket, tehát ilyen elvárásokra jogosítanak fel bennünket. Ami nehéz, amiről beszéltünk valóban, hogy szinte egész évben csúcsformába kell lenni, amit nem lehet. Tehát ez lesz a nehéz. Feladat adva van, akkor hajrá, jó munkát! Nagyon szépen köszönöm. További sportosat. A Dino Sporthíradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség.